Az újvidéki jogi kar az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény Vajdaságban, amely nem tette lehetővé a felvételi vizsgát a nemzeti közösségek nyelvein, nyilatkozta a tartományi oktatási titkár. A tartományi képviselőház idei év áprilisában egyértelműsítette a felsőoktatási intézmények kötelezettségeit ilyen értelemben, tehát hogy biztosítsák a felvételi vizsgát kisebbségi nyelven, és hogy itt nincs kivétel és kibúvó, tehát a jogi karnak is ezt meg kellett volna tennie, és meg is kell, hogy tegye. Nyilas hozzátette még, hogy szükség esetén minden vajdasági felsőoktatási intézmény igénybe veheti a tartományi fordítószolgálat segítségét abban, hogy a nemzeti közösségek nyelveire lefordítsák a vizsgafeladatokat. Ezzel a lehetőséggel több intézmény, köztük az orvosi kar is élt. Sóti Attila, a Vamadis elnöke elmondta, reméli, hogy az eset mielőbb megoldódik, esetleg a bíróságon kívül is. Én hiszem azt, hogy kora tavasszal már lesz neki eredménye, méghozzá egy pozitív eredménye, aminek keretében a jogtudományi kar kénytelen lesz a többi karhoz hasonlóan megszervezni a kisebbségek nyelvén is a felvételi vizsgát. Természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy a kereset tehát félretegyük és úgymond megegyezzünk szóban, tehát mindenféleképp a célunk csak annyi, hogy, és a kérésünk is csak annyi, hogy 2016-tól már magyarul is, illetve a kisebbségek nyelvén is lehessen felvételizni, és hogy ezt a jogtudományi kar írásban vállalja. A felsőfokú bíróságtól azt az értesítést kaptuk, hogy a jogi karnak december 7-én küldték ki a párra vonatkozó dokumentumot. A kar illetékeseitől azt a választ kaptuk, hogy címükre még nem érkezett meg a keresett levél.